Szép napot kívánok mindenkinek, kívánok mindenkinek. Több kérdés, felvetés érkezett a Facebookon, illetve próbáltunk tisztázni helyzeteket a kettős katonai rendelet ügyében, úgyhogy erről néhány percben beszélnénk alelnök úrral. Alelnök úr. Jó napot kívánok én is. Először hadd kezdjem azzal, hogy a mai nappal új országok kerültek fel a sárga zónába, ami minket főképp érint az Lengyelország, Görögország, akár Törökország és Finnország, emellett Chile, Pakisztán és Ecuador is felkerült a sárga zónába. Ez azt jelenti, hogy akik ezekből az országokból érkeznek haza, automatikusan 14 napos házi elkülönítésbe kell kerüljenek, és a kettős katonai rendelet szigorít a házi elkülönítés, illetve az intézményes karantén szabályait illetően, hiszen azok, akik a házi elkülönítés szabályait megszegik, a bűnügyi és pénzügyi vonzatán felül rögtön bekerülnek intézményes karanténba, akik az intézményes karantén szabályait megszegik, azoknak újraindul automatikusan a 14 napos intézményes karantén. Ma estétől a kettős számú katonai rendelet értelmében este 10 órától életbe lép a részleges kijárási tilalom, ezért arra kérünk mindenkit, aki munkahelyre kell éjszakai műszakba menjen, mai nap folyamán kérjen a munkaadótól olyan igazolást, ami alapján ő tud menni. Igazolni kell, hogy ott dolgozik, és hogy a munkát este, az esti órákban éjszaka végzi. Ajánlott az is, hogy akik nappal szükséges, elhagyják a háztartást, és munkahelyre mennek, azoknál is már legyen egy ilyen igazolás, hiszen több olyan kérdés érkezett a Facebookon, illetve telefonon is hívtak, hogy azok a vállalkozók, akik autóbusszal hozzák be a munkásaikat a városokba, azok hogyan kell eljárjanak, hiszen van a katonai rendeletnek a 3-as cikkelye, ami arról szól, hogy 3-nál több személy ne legyen egy légtérbe, amennyiben nem egy családból származnak. A belügyminisztérium pontosította erre vonatkozólag azt, hogy a munka és a munkavégzés az kell menjen, ezért az az ajánlás, hogy akik autóbusszal szállítják be a munkásokat, az autóbuszt ne zsúfolják túl, tehát hagyjanak szabad helyeket a székeken, ne üljön mindenki egymás mellett, próbálják meg úgy megoldani akár többszöri járattal vagy több autóbusszal, és az autóbuszon utazóknak legyen egy olyan munkahelyi igazolás, vagy egy munkaadótól, vagy munkaadó által kiállított igazolás, vagy egy saját felelősségre elkészített tanúsítvány, amivel igazolja, hogy azért ül azon az autóbuszon, mert XY cégnél dolgozik, és ő a munkahelyére igyekszik. Azt is pontosították, hogy munkahelyen ez a korlátozás nem érvényes, tehát ott, ahol a munka végzés történik, ott nem szükséges, hogy a 3 személyre való korlátozást alkalmazzák. Úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogy ezeket vegyék tekintetbe, és ezek alapján szervezzék meg a következő napokban az életüket, illetve a munkavégzést. Az autóbuszok mellett láthatják, hogy a román államvasutak korlátozza a tevékenységét, ami minket és nagyon sokakot érint, az elsősorban ugye Magyarország felé való vonatoknak az esete. Egyértelműen, mivel Magyarország lezárta a határait, a román szerelmények nem tudnak átmenni Magyarországra, és ezért csak Aradig fognak közlekedni. Tehát mindegyik vonat, járat, amely Magyarország felé ment, az Aradig fog közlekedni, úgyhogy így számoljanak, és ez a rendelkezés április 16-áig van, tehát 17-én lehet, hogy meg fogják hosszabbítani. Az a kérdésünk, aki akar menni vagy jönni Magyarországról, akkor ezt számolja bele a közlekedési gondok vagy megoldandó problémák között. Azon kívül számos belföldi járatot töröltek, tehát mielőtt bárki akar közlekedni, munkába járni, vonattal, az a kérdésünk, hogy itt láthatják a
honlap címüket, azt nézzék meg. Még jött néhány kérdés. Egyik az, hogy ezeknek a nyomtatványoknak a sorsa. Ugye van egyik a munkáltatói bizonylat, a másik a saját felelősségre kerültött bizonylat. Kézzel ki lehet tölteni, tehát nem kell gépi kitöltés. Nagyon sokan kérdezték, hogy akkor ez elektronikus formával van-e. És keressük a lehetőséget, a mai nap folyamán fogjuk megnézni, hogy amelyik benzinkutak vállalják és 24 órás nyitvatartásban vannak, nagyobb benzinkutak, akkor oda fogunk eljutatni ezekből a lapokból a megyei tanács részéről, hogy önök tudják elvenni, tudják kitölteni, hisz főleg, hogyha egy munkahelyben van zárva, nincs nyomtató, nincs lehetőség, akkor ezt tudják megint. Tehát bízom benne, hogy holnapi naptól kezdve, vagy akár ma estétől kezdve a benzinkutaknál, a nagyobb benzinkutaknál, a 24 órás nyitvatartású benzinkutaknál, ahol elfogadják, ezeket el fogjuk juttatni és portoljuk a terület irodáinkon keresztül. Egy másik kérdés volt, hogy mit csináljanak azok, akik négyen utaznak hazafelé, nyugodtan jöjjenek, akár ilyen saját felelősségre vállalt nyilatkozat kitöltésével, azt gondolom, hogy tudják igazolni, de én azt gondolom, hogy ebben nem kell ügyet csinálni. Az a legfontosabb, aki jön haza külföldről, hogy tartsa be a szabályokat, hogyha nem Magyarországról jön a 14 napos elzárás, tehát egy elkülönülés a családtól és a háztartásban a külön helyen legyenek, illetve nagyon fontos jelentkezzenek az egészségügyi igazgatóságnál. Jött néhány kérdés, ami a különböző intézményeknek a működése, engedélyeknek a hosszabbítása, ezeket mi mind-mind tisztázzuk, a kollégáim dolgoznak rajta, és nagyon fontos az, hogy forduljanak hozzá nyugodtan kérdésekkel, mert lehet, hogy egyből nem tudjuk a válaszokat, de egyértelműen meg fogjuk keresni. Most is a elnök úrral a szomszédból jövünk a prefektúráról, mert minden egyes helyzetre keressük a megoldást, keressük az egyszerűbb megoldást, és a hivatalon belül is kiadtuk a kollégáiknak, hogy azon dolgoznak többen, hogy milyen jó megoldások vannak más megyében, más országban. Ezeket a tanulmányokat, ezeket az elemzéseket is közé fogjuk itt tenni, máskülönben elkészültek. Egy jó néhány ezek közül, és arra kérünk mindenkit, hogy vigyázzanak egymásra, tartsák be a szabályokat, és ezeket a videókat, ha csak lehetőségük van, osszák meg a saját Facebook oldalukon. Még egy mondatot itt elnök úrnak a beszédéből jutott eszembe, hogy tisztáztuk azt is, hogy a piros rendszámok, amik most érvényét veszítenék, kérdés volt, hogy meghosszabbodnak-e automatikusan, nem hosszabbodnak meg, újra kell programálni, hiszen a rendszámoknál még az ügyintézés az folyamatos, tehát a lényeg az, hogy a piros rendszámok, amik most járnak le, azok érvényességük nem hosszabbítódik meg. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!